Hello, hello, sziasztok! Remélem jól vagytok! Ma egy ilyen kis kérdési játékot fogunk játszani a gyerekkel, mert hogy most kezdi majd tanulni a franciát, ötödikbe megy jövőre, és már elkezdett tanulni a szavakat, és kikérdezem tőle, hogy milyen szavakat tud már most. Szóval kezdjük! A malac. Le cochon. Le cochon. Le cochon. Uh -huh. A tehén. le le vache non le, la la va vache la vache la vache mm -hmm. oh, allô le, le cheval mm -hmm. le cheval ce n'est le monde. birka le mouton le mouton le mouton mm -hmm. okay, uh le chèvre la chèvre. La chèvre. Mmh, allez, yo, la chèvre. Au La poule. Mmh, la poule. La. La chat. Le. Le, le chat. Le, chant. le chat. Le chat. Mmh, le chat. Le chat. Le chien. Le chien. Le chien. Mmh. Chien. Chien. Mmh. Le piano. Mm. Ah. Le. Le. Euh, poisson. Le Poisson. Poisson. Ah, c'est le poisson, ça signifie que le méreg. Ah. Donc, on ne m'a pas le hal. Le poisson. Le poisson. 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 Mm -hmm. Ok. Anyul. Le. Je ne m'en vais pas.

Igen, úgy. Nem, mondd csak azt, hogy Nem a Nem, az jó volt. nem szá. a,

Angolul the bear. Hogy hívják uh, már? Lúrsz. Lúrsz, igen. Lúrsz. És magyarul? Uh, medve. Medve. És ahogy látjátok, valamikor elfelejtem, hogy mit hogy kell mondani, és már teljesen elfelejtettem így, hogy hogy kell mondani az, hogy medve így. <laughs> így hirtelen. De még jó, hogy ott volt a gyerek, és ő tudta, hogy miről beszélünk. Vagy <laughs> egyes medve az a férj. Hát oké, okay, de itt medve. csak a medve. Lurz. Uh -huh. A madár? Az van, Loaso. tudom. Lois, loiso. Nagyon jó. Remélem, hogy tetszett ez a kis játék, amit játszottunk a gyerekkel, mert ez még csak játék, mivel még nem tanulja konkrétan a franciát, de azért így már jövőre valamennyire fel lesz készülve. Azért még egyszer elmondom a szavakat. Le cochon, la vache, le cheval. le mouton, la chèvre, la poule, le chat, le chien, le poisson, le lapin, le tigre, le lion, l'éléphant, le singe, l'ours, l'oiseau. Azért volt nagyon fontos, hogy a gyerek normális, hogy mondja ki azt, hogy singe, mert úgy mondták ki, mint sage. És le látjátok. a singe az a majom, a százs az a bölcs. És ha akarjuk azt mondani, hogy a bölcs majom, akkor un singe százs. <laughs> Gyakoroljátok ti is mondani azt, hogy un singe százs. De különben nagyon jól csinálta a gyerek, nagyon jól tudja ezeket a szavakat, nem én tanítottam meg, ezeket megtanulta a tabletjén, mert hogy ott vannak az iskolai dolgok, és abban már kezdik őket tanítani a francia nyelvre, de ezeket egyedül tanulta meg. Szóval én nélkülem. Ő csak azt akarta, hogy kikérdezzem tulajdonképpen, hogy tudja-e a szavakat, és tudja őket. Szóval gratulálunk neki. És ti, mennyi szót tudtatok ezekből? Na jó, szóval ennyi volt a mai leckének. Remélem, hogy tetszett, és nem sokára találkozunk egy másik ilyen leckén, mert még kell, hogy tanuljon. Sziasztok!